Meglepetés érte évelején a kórházigazgatókat, átveszi a pénzügyi dolgozóikat, a pénzügyi osztályaikat és a feladataikat az állami központ. Megkezdődik a kancellári rendszer előkészítése. Kincses Gyula volt államtitkár a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön hogy értelmezi ezt a fejleményt? Én nem vagyok ettől boldog egyáltalán, mert a kancellária rendszernek én a Magyarország azon elenyésző kisességébe tartoztam, aki támogatta az államtitkár urat a kancellária rendszer kiépítésében, mert én úgy értelmeztem a nyilatkozatait, hogy a kancellár ellentétben az egyetemi kancellárokkal nem egy pénzügyi revizor lesz, aki eldönti, hogy hány méter fonallal szabad egy sebet varni, meg mindenféle pénzügyi kontrollokat vezet be, hanem ellátás szervezési jogosítványai lesznek, észszerűsíti az ellátórendszert, észszerűsíti a betegutakat, az intézmények együttműködését. És valószínűleg ezt szerette volna az államtitkár is, hogyha jól értjük a szándékait, csak aztán közbeszólt az élet, meg Lázár János, meg a választások, és ez az egész kancellári rendszert, annak a bevezetését 18 utánra tolták. De ami most történik, az lehet, hogy egyszerűen egy lépés ebbe az irányba? Hát akkor rossz lépés ebbe az irányba, mert egyáltalán nem ebbe az irányba megy, hanem ebbe a kancellár rendszer irányba, már mint ami az egyeteminél van, a pénzügyi revizor, pénzügyi ellenőr típusúba. És ugyan azt szoktuk mondani, vagy azt szokták mondani, hogy a kórházigazgató, gazdaságigazgató trükköznek, pazarolnak, amiben lehet, hogy van valami kevés igazság. De egyébként, ha belegondolunk, hogy Magyarországon általában hogy mennek a közbeszerzések, általában milyen a korrupciós index, akkor az egészségügy e tekintetben azt gondolom, hogy egy meglepően tiszta ágazat. De nem ez az igazi baj. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy az a megoldás, hogy központosítom a gazdálkodását az intézményeknél, látszik a kliknél se oldódott meg semmi ebből, tehát de nem tanulnak ebből. Azt mondják, hogy nem a gazdálkodást központosítják, tehát itt másról van szó, mint az oktatás területén a kliknél, mert ezt ki is hangsúlyozzák, meg egyébként a lépésből se az látszik, hogy akkor mostantól kezdve az állami egészségügyi központ fog gazdálkodni a kórház helyett. Ugyanazok az emberek fogják végezni mondjuk az ő számvitelüket, mint eddig, ugyanabban a székben ülve, ugyanannál a számítógépnél, ugyanabban a szobában. Egyszerűen jobban rá fog látni a kormányzat a valóságra. Ez jó. Mi értelme lehetne ennek, milyen hátsó szándék azon kívül, amit mondanak, hogy tisztábban szeretnének látni a valóság tekintetében, hogy valójában hogy áll a kórházak költségvetése, ne lehessen trükközni. Ez teljesen jó, ezzel egyetértek, de ehhez nem lenne szükség erre a lépésre. Egy egységesített informatikai rendszerben ugyanez a probléma megoldható lenne, és ugyanakkor ez a megoldás minimum két típusú problémát vet fel. Ugye, ha a pénzügyi vezetés nem az én kezemben van, mint gazdasági vezető, akkor hogyan írok alá egy évvégi beszámolót, stb. Tehát azért ez jelent bizonyos intézményvezetési, gazdálkodási, felelősségi és egyéb problémákat. Ugye azt mondják most, hogy a gazdálkodási felelősség meg szabadság ugyanúgy ott marad az intézményeknél, ahogy eddig is. Zömmel ezt mondják, de az a nagyon furcsán megfogalmazott levél, amit a kollégáim most megmutattak nekem, és a teljes szöveget volt módonban megismerni, az azért sok helyen sejtett, azért elég sok helyen sejtelmesen fogalmaz. De a másik probléma, hogy én azért csináltam már, vagy közreműködtem pár egészségügyi reformban, és azt észleltem, hogy ha az ember nagyon hergeli azokat, akikkel együtt kell működni, úgy sokkal nehezebb reformot csinálni. Tehát végre elindult valami például a fővárosban egészségügyi átalakításban. De mindahhoz, amire szükség lenne, amiről az államtitkár beszélt, a kórházigazgató partnerként kellene, hogy viszonyuljanak. Na most ez a levél sem tartalmában, sem formájában nem megfelelő arra, hogy valamilyen bizalmi viszonyt építsen ki. Hát akkor, amikor egy kórházigazgató az állami egészségügyi ellátóközpontnak a gazdasági igazgató helyettesétől kap egy ilyen levelet. Ez önmagában egy sértés. És mi ebben a levélben, formájában, tartalmában az ennyire hergelésre alkalmas? Kezdjük azzal, hogy önmagában az, hogy nem a főigazgató, vagy nem az államtitkár értesíti erről a kórházvezetőket. Ez apróság, de egyfajta lenézést jelent.
nem megfelelő szakmai előkészítés, tehát gyakorlatilag ebből a levélből tudta meg a igazgatók zöme, tehát ez önmagában egy bizalmi légkört nem gyengítő dolog, de maga az egész levél, ahogy meg van fogalmazva, olyan szakmai és egyáltalán nyelvtani problémáktól hemzseg, hogy abszolút félreérthető. A tárgyból derül ki, hogy miről szól a levélben, az van leírva, hogy az összes dolgozó, tehát orvos, nővér, takarító átkerül az állami ellátóközpontba, amiről szerencsére nincs szó, de ez mind nem azt jelenti, hogy akkor a kórházigazgatók ettől nagyobb bizalommal lesznek a AEK felé. Ugye ez egy apró változtatás, de ön éppen arról szokott beszélni, hogy változtatások kellenének, sokkal nagyobbak is, sőt el is kezdtek kidolgozni egy összetett koncepciót az alternatíva kör védjegy alatt, ami leginkább az önkezdeményezés, hogyha jól tudom. És most meg is jelentetett erről egy 12 pontos anyagot, vitaanyagot, ami azzal kezdődik, hogy az egészségügyi állapota sokkal jobban aggasztja az embereket, mint bármi más ma az országban, és ezért ezzel kéne foglalkozni. Mi a célja ezzel a munkával? Kit akar bevonni? Kit akar vitába hívni a kormányzatot? Akár őket is. De nem vitába hívni. Tehát ez a munka abban különbözik minden egyéb eddigi hasonló jellegű kezdeményezéstől, hogy nem programot írunk. Nem arról van szó, hogy valakivel szemben megfogalmazunk valamit, amiben egyet kell érteni, hanem azt gondoltuk többen, hogy ahhoz képest, hogy az egészségügy milyen helyzetben van, ahhoz képest, hogy a lakossági prioritások között mennyire előtérbe került az egészséggel, egészségügyel kapcsolatos kérdések köre, ahhoz képest nincs egy kibeszélős, valós alternatívákat kereső beszélgetés az egészségügyről. Ilyen levelek vannak, amiből kiderülnek, hogy milyen irányba akar oldalazni épp a kormányzat. Tehát mi azt gondoltuk, hogy szükség van egy szakmai beszélgetésre, ahol alternatívákat keresünk. Nem fogjuk megmondani a tutit. Nem arról van szó, hogy mi tudjuk azt, amit más nem tud, hanem a kollégákat, a szakpolitikával foglalkozó embereket, direkt ezt mondtam, mert nem csak orvos kollégát, hanem szociológustól kezdve bárkit, közgazdászt várunk egy közös beszélgetésre, ez el is indult, ami teljesen politikamentes, hanem szakmai alternatívákat keres. Ja, nagyon sok olyan pont van, amiről már sok szó esett, sokat hallottuk ezeket a gondolatokat, és nyilván sokan egyet is értenének vele, hogy kéne egy önálló minisztérium, hogy többletforrások kellenének, és valódi reformok, hogy valahogy azt a pénzt, ami most a magánegészségügyben megy, ezt be kéne csatornázni az állami egészségügybe, hogy az egészségügyi turizmust jobban ki kéne használni a Magyarországnak az állami rendszer támogatására, hogy jobb finanszírozás kellene, hogy jobb szűrőprogramok és egészségügyi egészségprogramok kellenének, de ilyen érdekes gondolatok is szerepelnek az anyagban, például, hogy új társadalmi szerződés kell az egészségügy vonatkozásában. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a közgondolkodásnak kell átalakulnia. Tehát még mindig az a alapvető gondolkodási etalon, hogy jobb egészségügyet akarunk, de nem akarunk tenni ezért semmit. Tehát el kell fogadni azt, hogy az egészségügyért vagy egészségért vállalt áldozatok, közösségi és egyéni áldozatoknak és az elvárásoknak valahol meg kell felelnie. El kell fogadnunk azt, hogy az egészségügyben is nekünk is van felelősségünk az egészségünkben. Nem lehet készen kapni az államtól az egészséget. Tehát ilyen alapvető szemléletváltásokra van szükség. És ugyanez igaz azt a közés, hogy aki dohányzik, az fogadja el, hogy nem fogja a társadalombiztosítás megoldani a problémát, amit ő okoz magának, vagy arra gondolt, hogy fogadjuk el? Arra gondolok, hogy fogadjuk el, hogy ez egy létező probléma, amit ki kell beszélni. Biztos, hogy nem fogadom el én, és akik velem gondolkodnak azt, hogy azt ne finanszírozza, vagy ne gyógyítsa a társadalombiztosítás, de hogy támogassák abban, hogy leszokjon a dohányzásról, ösztönözzék, legyen bónusz-málusz rendszer itt is, ne csak az autóbiztosításnál. Legyen adott esetben magasabb a biztosítási díja annak, aki dohányzik. Ezek a megoldások, vagy ezeknek a megvitatása már benne van a programunkban. Tehát, hogy úgy működjön a társadalombiztosítás, mint egy privát biztosítás, majdhogy nem. Tehát, hogy aki sokat tesz azért, hogy a saját egészségi állapotát rombolja, az fizessen többet a munka jövedelme után.
Hogy munkajövedelme, vagy milyen jövedelme, ez megint egy megvitatható dolog, hiszen nem biztos, hogy a munkáltatóra kell ezt a terhet tenni, mint ahogy egy koncepcióban ezt hallottuk. Egy fizessen több adót, vagy járnékot, bárhogy is hívjuk, az, aki platformugró, vagy dohányos. Így van, vagy aki nem megy el a szűrésekre, amit ajánlanak, és a társadalombiztosítás finanszírozna neki. A lényeg az ebben a gondolkodásban, hogy eddig nagyon mereven ketté választottuk, hogy állami és ingyenes, magán és drága. Ezt a két területet közelíteni kell egymáshoz. Nem azt mondtam, hogy üzleti biztosítási modell szerint kell a társadalombiztosítást működtetni, de valamilyen köztes rendszert kell kidolgozni, kitalálni, ahol azok az elemek, amik az üzleti biztosításra rendelkeznek, meg tudnak jelenni a társadalombiztosításon belül is. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Híradó következik, utána térjenek vissza hozzánk.